Let's play. A házban belépve, baltával a kezében, azonnal fenyegetőzni kezdett, és pénzt követelt a sértettől. A Jobbik elnöke szerint a Gyurcsány korszakot idéző megélhetési válság közeleg. Ugyanabban az iskolában tanult Orbán Viktor, ahol Gyurcsány Ferenc, és ugyanolyan helyzetbe sodorták az országot. A szegénység és a megélhetési problémák miatt ez a típusú bűncselekményben el fog szaporodni. Ilyettében elővette a pénztárcáját, és 100 000 forint készpénzt adott át a gyanúsítottnak. Lukács László György szerint vidéken egyre romlik a közbiztonság. Alkalmassá kell tenni a jogszabályokat, illetve az embereket pedig képessé arra, hogy megvédjék magukat. Eszközökkel, gondoltunk itt fegyverekkel, vagy gondoltunk más olyan védelmi rendszerekkel, amivel a betörések, a rablások és az ebből eredő esetleges sajnálatos halálesetek, azok mind-mind megfékezhetőek. A párt frakcióvezetője azt mondja, hogy vidéken egyre árad a bűn, amelyet meg kell fékezni.